Csókokat nyomott rám. Királyhoz hiszem, de ségben még néhány királylány. Hogy megtöri csúkja a boszorkányát kár. Aztán megkérem a kezét, és végül szül majd egy kis babát. De király fibán, mégsem változott pillanatok alatt. Hiába csókolod meg, amíg a mindig béka marad. Sírhat még ezen egy ilyen át, megcsúkol mind, aztán megy tovább, de kicsit se fáj, újra egyedül reked a híres pékla király. Sírhat még ezen egy ilyen át, megcsúkol mind, aztán megy tovább, de kicsit se fáj, újra egyedül reked a híres pékla király. Olyan régen várok rád, gyermekmentő. Király. Király. 16, több valamint 3 samidő, az erdőcs mezőt járám, eltűnődik. Hová lőn az rím? Mely időn vitéz Mátyás király urunk, mennybe szállas érette Dafke siránkozunk. Igazság már az időtől nincs. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, ősök a moziba. Szümeim merengének télen, szép Dunánk hömpölygő olaj tengerében, s eltűnődék, hová lőn az jég. Bécsnek büszke várá, azért ostromolánk, mert az Uberencen túl tejet olcsóban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most nem csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa,
csak a moziba. Halljunk szót! Nagy Dáridó lesz itt máma, én mondom. Hát ez szuper buli, mert a jányom eladom. Lagzi Lajost vendégségbe meghívom. Az összes pipa dohányomat elszívom. Mert aki bújt, aki nem mire a nap felkel, Lagzi lesz és punktum a jány el kell. Jó lesz a szamár és hogyha nincsen ló, a téged nincsen játszom, mert nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár és hogyha nincsen ló, ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár és hogyha nincsen ló. A de kombiné, kombiné, a cipkész kombiné, a még az éjjel felhajtom majd én. A daja híd alatt, a Margit híd alatt, hadd ott hagytod a kombinétodat. De már meg a kérő vajon hova bújt? Tám bizony a tablettás portal kinyúlt, hogy az ember piacon árulják már szegényt, tán elraboldott a Terry Black a vőlegény. Ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, mint a rákos csipsz, olyan, mint a rákos csipsz. Ne kiabálj már! Betéptem ettől az Albafest. Nagyon jó. Hello, love, love, bro, love, India. Most kicsit átmentünk ilyen beauty vloggerbe. Mi London fővárosa? Párizs. Egy pont kellett volna. Vagy dehogy gyík, annak van lába. Ez egy kukat. Szarvas kukat. Szervusztok testvérek, itt vagyunk Eszeszón. Most, hogy mit láthatok, mindjárt kiderül. Méghozzá most meglátjátok outfites, új játékot. Azért van rajtam ez a piros sapka, piros szemüveg, mert nem lehet ebből semmi üreg. Figyeljél rám, te is öreg, piros a szed, ami kell ide. Mindenki most jöjjön ide, ide. Piros, piros, vörös, red. Jaj, de jó, megetted. Igen, bizony, az a szed. Elfogyott az Oreo! Nem vagyok egy pókember? Komolyan, és hogyha valaki szeretne, akkor még mindig van lehetőség arra, hogy taggá váljatok. Tehát, bedugjátok valamibe, aha, ez valószínűleg könnyebben kilogikálható rész. Kijön, letol. Jó, hát ez ilyen halálmedvető dolog lesz, mert kint van, mint hogy mikor kéne csinálni. Ne kiabálj már! Ott egy játékos. Jövök veled! Nem jól van ezt a kérdés! Mali? 1.40 2 Palmakasz 3 Borsívó 4 Gyaranévő 5 Felirat Bankó! Én meg reppelnek álltam! Értem! És most 42 percig ezt fogjuk csinálni.
ott az forrájú! Mint a Rákoszki! Olyan, mint a Rákoszki! Nem, nem, hogy kamerámáljatok! Aha! Lábrom India! Szarvas kukat! Ne kiabálj már! Sziasztok srácok, itt is vagyok. Mik ezek a nagy izgulások? Szia Luca, Lariska, Lilla, Ferenc Kalaúz, Zsillám, Katisza, Lili, Vivian Lissi, Riding Friends, Mungufta fan vagyok, Máté, Kazuha, ki van még itt, nézzük. Bea, szép délután mindenkinek. Srácok, két fontos dolog, az egyik, hogy igen, így már jobban áll a kamera. Egyik fontos dolog, hogy harmadfokú hőségriadó van kiadva, fontos, hogy körülbelül 20 percenként, fél óránként igyatok, fogyasszatok vizet, mert nem lenne jó, ha rosszul lennétek, illetve ha van kisállatotok, arra is figyeljetek oda, hogy nekik friss vízük legyen, ezzel akartam mondani a live elején. A másik, hogy kb. 40 perce kezdett el szarakodni, hogy jön a bölcsesség fogam itt, és rohadtul fáj. Bevettem egy gyógyszert, nem akartam már live-ot lemondani, úgyhogy ha kicsit néha ilyen megmozdulásaim lesznek, vagy valami, akkor csak fáj, jó? Semmi gond nincsen. Na, itt is vagyunk, úgyhogy szia Natasa! Kinek hogy telt a napja? Meséljetek, mi jót csináltatok ma. Végre most már nektek is, azért szerintem már mindenkinek nyári szünet van. Jókor jöttél bizony, osszátok Instán, hogy indult a live, köszi. Hát igen, vannak ilyen időszakok, hogy kijebb jön, stb. És akkor rohadtul tud fájni, Katisza, de akkor szerintem te átérzed, hogy milyen. Úgyhogy konkrétan az egész intro alatt kb. Fogat mostam, meg minden, meg előtte is, meg bevettem egy gyógyszert már egy órája, de még nem érzem, hogy hatna. Úgyhogy, ja, vannak ilyenek. De nem baj. Ideje lesz hűtőt csinálni a szobámból, azaz, nagyon meleg van, úgyhogy, no, itt vagyunk. Gyakorlatilag, mire megtaláltam, hol voltak a beállítások, remélem emlékeztek az első részére, ugye végigjátszottuk a dolgot. Medencézés, ivás, ennyi, a medencével, irigyeltem, akik írták, hogy medencéztetek. Végig fogjuk itt is tolni a sztorit, viszont lehet, hogy lesz még olyan, amit én nem tudok, vagy nem ismerem a karakter nevét fejből, ebbe majd a segítségeteket elfogadom, hogyha valamit értetlenkedek. Na, majd lehet, hogy az lesz utána majd, hogyha vége a live-nak, meglátom. Hú, kicsit másabb az egész, ott lett egy komplit, amit amúgy nem csináltam meg, ezt most mindjárt megcsinálom. Ez gyakorlatilag csak egy videó, sztori videó. De lejátszom nektek, mert le kellett tesztelni ugye a játék hangot, beállítás, stb. Kíváncsian vártam, milyen lesz a második rész egyébként. A madárember, én úgy hívom, ez egy varjú ember, vagy holló. Jó a hang, halljátok a játékot is? Fontos kérdés. Egész jól telt a napom, csak reggel nem volt túl jó kedvem, mert elkezdtem magam hasonlítani másokhoz. Az sose jó, Luca. Ne csinálj olyat, hidd el. Szia szerelmem. Hát jó, tökéletes a hang. Jó, jó, mert hogy nem el túl halk vagy valami, azért volt a kérdés. Úgyhogy tényleg, Luca, meg mindenkinek úgy átlagosan mondom, hogy nem szabad másokhoz hasonlítani, mert mindig találsz nálad jobbat, meg rosszabbat is. Nem jó dolog, hogyha magadat másokhoz hasonlítgatod, és az se jó dolog, ha én meg nem veszem le a hangot. Úgyhogy, Luca, hidd el, hogy te is értékes vagy, amúgy is akartam kérdezni, mert írjad meg nekem priváton, hogy a barátok köznek az elképzeléses másik időintervallumos opciói, ez hanyadik résztől hanyadik részig tartanak, köszönöm szépen. Így van, jön és írja, hogy ne hasonlítsd magad máshoz, boldogság, gyilkos, a komolyan tapasztalatból mondom. Így van, szia Dóra, hogy vagy, milyen napod volt? Na, megyünk is ide a másodikra, Start this chapter.
Jó sok bejátszás van az elején, addig nem kell harcolni, tudunk beszélgetni. Kamino no akumu to yobare. Soste mo. Texas smash! Így van, mi tapasztaltuk mindketten Janával, hogy máshoz hasonlítottunk. Előre szólok, nem fogom veled megnézni, babám, de... Ja, megint van egy tutoriál, velem is volt hasonlítgatós dolog, egész nap felnőnek. Éreztem magam felnőttnek, gondolom. Ugye most megtanítja használni a képességeket, mert már nem hiszi, hogy emlékszek az előző játékból. Lehet, hogy amúgy jó hiszi, mindjárt megnézzük, mi ez az RB, várjál. Na, adjál már addig. Szia, Máté! Oké, ez megvan. Csak az Y. Mondom, várjál. Nyugodjál már le, csak az Y, igen. Van egy csak a B betű. Van egy LB betű, tehát hogy rámész és B betű. Van egy Y or B. Mindjárt benyomogatom. Figyelj, úgy nyomom, mint a vadállat. Jó. Hold... Oké, és van még az RB betű is, oké. Védekeznem kell, ahogy így. Igen, már köszönti, ezt tudom. A betűk, LB. LB a levegőbe, az is megvolt. Teljesíteni kell ugye a feladatokat. Pár napja kezdtem el az animét, és hogy tetszik eddig? Ez az egy hiányzik, nem? Ez az YBB valami is. Nekem még majd folytatnom kell egy csomó animét. Hát ebben még mi is le vagyunk maradva. Jó lenne, ha fel tudnám vinni. Aha, ezt valaki tud súgni, hogy Y, hold or B. De most akkor vág. Most vagy. Azt a négy betűs dolgot... Ja, pont nem látjátok a fejemtől, várjál, feljebb húzom. Látjátok? Ott van négy betű egymás mellett. Szia, Krisz Berta! Én is nagyon sokat voltam féltékeny, kb. Az összes emberrel, akivel kapcsolatban léptem, de nem éri meg, mert csak magadnak szerzel vele keserűséget, ez így van. Az olyan, hogy a hugomnak is mondtam, hogy nem nézem a Narutót, most meg már Shippudennél tartok. Azért futkorászok, hogy el tudjátok olvasni, hogy mit kell csinálnom. Szia, Kazuha, hogy ott van valami izé, ez a Charged Twitch speciál, ezt kellene megcsinálnom. Csak nem egészen vágom. Megadtam magam, megszállott jelettem, már Narutós játékokkal akarok játszani, de ez teljesen jó, és mivel fogsz majd játszani, Máté? Egyszerre nyom meg az Y-t és a B-t hosszan. Köszönöm szépen, Máté! De csak ezt vagy... Ó, megadta? Nem adja meg, várjál! Hosszan az Y-t, meg a B-t. Aha. Hát én nyomom az összeset, srácok! De az óra az nem vagy! Na, megvan, szuper. Hosszabban kellett nyomni. Minden kész? Ó, még az RBX az nincs. Megvan. Naruto tényleg olyan, na de csak benéztem, megyek is. Jó játékot, köszönöm babám. És most random csak le kell nyomni? Aha, úgy látom, random most csak le kell győzni, ez volt a betanítás. És milyen napod volt? Jó lett a bizid, annak örülök. Mert hogyha már megtanultuk ezeket a támadásokat, akkor minimum valami kombót be kéne nyomni. Amúgy másak kicsit a támadások szerintem, mint az első részében, amit én díjazok. Kicsit hülyének érzem magam, de jól sikerült. Eskü jól esik, van egy emberke, híres olasz, és neki is szoktam instán írogatni olaszul, fordítóval, de tök jó, de jó. Quantum Break, nem ismerem, majd küld át, megnézem, hogy milyen. Jó volt, én ma aludtam, konkrétan. Hát ugye dolgoztam, nagyon-nagyon hosszú és fárasztó napom volt tegnap, abba sem voltam biztos, hogy tartok ma live-ot. Szia, Benya! Akkor valamit elhibázott, mert nálam nem azt mutatja. Csinálj ilyet néha a YouTube, ne foglalkozzál vele. Nyisd meg újra, aztán majd befrissül.
És köszönöm az Insta megosztásokat közben Lucának és Beának is. Ti is osszátok meg Instán, most ez ilyen esti live, később kezdtük. Kicsit estig is belenyúlunk a dolgokba, aztán majd ahol lehet választani, hogy két karakterből melyikkel csináljuk, ott nyilván majd ugyanúgy ti választotok, mint ahogy múltkor volt, és akkor modik majd összeszámolják a választásokat. Hát, Kazuha, őszintén, szerintem idén-nyáron nem. Egyrészt nem lehet kártya nélkül, és mi még csak jövő héten kapjuk az oltást majd. Én ma egész nap Genshin estem, és sikerült megszereznem Monát, de jó. Holnap lesz Genshin délután, délelőtt meg ugye elsze szó. Szia, Dóra Búzás! Ezek a betanító pályák most már inkább toljuk már élesbe. Miért nem enged lejjebb? De ez már kész. Most ugyanazt visszatöltötte, srácok. Valami nem okés, várjál már. Ez már volt. Menjél ki. Nem engedett le a harmad... Ja, de. Jó. Semmi, nem szóltam. Mindenki megszerzi Monát, én még sose vesztettem el 50x50-et. Ó. Hát én örültem, hogy ma meglett. Én nem láttam, a raktam fel egy Genshin-es videót. Ez még mindig tanító pálya, de én már élesbe akarok játszani játék. Kései támadás. Hát rohadtul nem csinálta. Na jó, mindent elkezdünk csinálni, ezt majd jó lesz. Nekem is kéne visezni Genshinbe. Mi tart vissza, Lili? Aha, most már nagyon kéne, hogy hívjam a csapattársaimat. Hát de azokat így kell, tudom. Olyan, hogy megtörik az idő kontinuum, és meg tudod állítani az időt, közben lövöldözni az ellenfeleket. Á, értem, valakinek tetszik a saját kezűleggéperről, ez volt cújjunk. Ó, nagyon jó, Dóra Búzás el tud küldeni nekem, akár hogy megnézem majd nagyba, mert így nagyon kicsibe látszódik csak. Most ez az RB-set nézegetem. Beadhatná. Én Jane-t kaptam zombi helyet, ezzel megvan az összes anemó ötöm, Kazuhára gyűjtett, nem nagyon zavarja, mivel nem ott a meta, értelek. Holnap majd várlak titeket a délutáni live-ba, megyünk bosszozni együtt. Ja igen, hát ez a betanító, de nem értem, hogy az RB-t gyerekeként nyomom, Hughes RB, és az L plusz X. Hát de mi az az L? Tehát, hogy az a... az a nyilak lenne? Mármint, hogy az az egy, ami nem logikus nekem ebben. Mert rohadt jó kombókat csinálok, meg mindent, csak nem ezt kell csinálni. Azért várom, hogy legyünk túl a tanítón, ahol végre harcolhatnék. Nem akarja beadni. Az L az a bal kurzor. Hát, de nyomom, Benya. Látod, hogy nyomom. Most nem látod, de... De azt mit ír? Use RB. Meg kell nyomni először az RB-t. És utána a mozgást és az X-et. Tehát azzal ezt csinálja. Majd figyelek be, de próbálok rájönni, hogy túlessünk a tutoriálon. Barbarát kaptam. Aha, hát ezt sokan kaptunk. Örülnék, ha ezt beérzékelné végre. Nem is értem, miért nem lehet átugrani a tutoriált.
ellennék én elnélkül az egy támadás nélkül. Valaki emlően miért van ennyire felhypolva a Kazuha? Én se értem még egyelőre. Add már be, könyörgöm. Most akkor gyerekek, valaki fordítson nekem tükörbe. Use Ville guarding against attack and use. Tehát, hogy meg kell nyomnom az RB-t, és utána kell kimennem, és úgy az X. Igen, végre. El se hiszem. Szia, Viki! Most jön a plusz ultra, oké. Okay. De ezt meg tudom, hogy hogy kell használni. All Might, játszottam az első részébe. Telibe rúgjuk. Nagyon jó. Mindig túl hype-olják a következő karaktert. Á, gondoltam, hogy valami ilyesmi, mert én sem értettem, hogy most miért vannak annyira odaért, és akkor itt a... Igen, most használjam ezt. Szia, Emi! Mi újság, Emi és Viki? Nincs feltöltve a plusz út, nem vagy rosszat nyomok? Jót nyomok. RB plusz B. De ezt le se engedi egyszerre nyomni. Az RB-be beáll védekezőbe. Na és jól sikerültek a vizsgáid? Minden meg lett. Hogy töltödjön már fel a támadás, vagy valami, hogy végre. Háromas útra most már csak engedi. Aha. Messze leszek. Ó, basszus, jó lesz. Hát, mondjuk úgy, hogy nem találtuk el All Might-ot vele, és így nem adta be. Na, miből lesz vizsgált Kazuha? Komolyan nem hiszem, hogy egy tutoriállal szenvedek, és magát a játékot meg simán végigjátszom. Nem szeretem, amikor kötelezi a játék, hogy mit csinálj. Ja, végre, hogy beadtad! Egyes nem lett, csak még a többi igen, szerencsére. Egy nem lett meg, többi igen, de szerencsére ami nem lett meg, az arra a sztályra semmi se épül. Az jó. Angol, na majd gondolok rád. Közben pedig egy rohadt nagy támadást csinálunk, csak úgy mondom. LTRT. Jó van, All Might, csinálom, csak haladjunk. Ja, hogy amikor betöltözik a plusz ultra, akkor kéne őket hívnom. All Might said. Van olyan dal, a részlet az biztos. Na nézd csak, most akkor benyomom. Hó, nagyon jó! Na, ilyen ítéseket fogok majd létrehozni. Mondjuk megtanulom, annyi szót csináltatja meg velem. Na? És ezt nem érzékelted be? Hát de könyörgöm. Jó, feltöltödött az ultrám. És ez hogy akarjam, az RB-vel védekezek, de hogy... Dupla támadások nem világosak, hogy az RB-t megnyomom, azzal védekezek, vagy fel kell tölteni az összes ultrát. Szia, Janka! Annyira megbusált az egész történet, hogy a gondolataimat nem tudom elterelni, nem tudom mit csináljak. Hát ha nagyon hosszan így megy, akkor viccen kívül Viki pszichológus. Másik az pedig az, hogy tényleg próbáld elterelni, mert attól, hogy rosszra gondolsz, nem lesz jobb.
Ez tudom, rohadt könnyen hangzik, de sajnos nem. Próbálok rájönni egyelőre, srácok, hogy mi lenne az elvárás. Hogy vagy, Janka, mi újság, milyen napod volt? Mindjárt feltöltem 3-asra az ultrát és benyomom neki. Mit írok középütt, srácok? Mert hogy az RB az a védekezés, és engem az zavar, hogy akkor mit szeretne ott? Jó, megvan a 3-as ultra. Védekezek, és utána benyomom az Y plusz B-t. Akkor ezt csinálja. Na? Ez már olyan ulti kombó, gyerekek, ha erre nem adja meg. Na azért. Igen, igen, tényleg kitartást, Viki, azért mondom. Itt vagyunk veled. Na, tutoriálon csak túlestünk, hála az égnek. Mert most le kell győzni, ugye? De hát innentől már gyerekjáték, annyi mindent tanultunk konkrétan, hogy hogy kell játszani. Hogy All Might-ot sima ügy lesz elverni. Bár mondjuk azért sebez. K.O. Ez a tutoriál, igen, Kazuha, pont ez a baj, amit nem enged szabadon csinálni, hanem konkrétan ugye ő tanítja, hogy mit csinál, és én azt várom, hogy harcolhassak szabadon. De elméletileg ennyi volt remélhetőleg a tuti. Aha, szerintem itt már végre megyünk normálba. Ráadásul az egyik kedvenc karakteremmel. A fater ellen megyünk. Aha, végre szabadság van, de szerettem. Mármint alapvetően a szabadságot is, meg az, hogyha úgy harcolok, ahogy szeretnék. Aha, nem ugyanazok a támadások, mint az egybe. Át kell szoknom. Ott már olyan jól megtanultuk irányítani Todorokit, hogy pró voltam belőle. Hát itt nagyon-nagyon mások a támadások. Ott simán emlékeztek, hogy tudtam, hogy jég-jég tűz. Itt meg egyelőre nézegetem, hogy melyik gombbal mit csinálok egyáltalán. Aha, jó, nem baj, ez még belefért, ez a kis esés. Olyan, mintha kövérebb lenne a Todoroki, de ne legyen igazam. Vagy csak ebbe a pólóba néz ki kicsit úgy. Hallod, itt sokkal tüzesebb vagyok, mint amot jégharcos voltam az első részébe. Onnan gyere le, gyere te, úgy. Nagyon jó. Hát ez már első körben megvan. És hát azért nem bízunk el magunkat, de majdnem. Még egyelőre a sprint sincs meg. 3 napja Szabin vagyok, de sajnos Szabi keretem is véges. Hát ez ilyen, tudom. Nagyon fura volt, hogy mások a támadások, de belerázódunk. Jó lesz ez. Megvettük a 60 seconds, a testvérem azt mondja, 2 napig fogsz játszani, én 1 millió óráig, és több napig játszom vele. Figyelj, én azt mondom, mindig már egy játék megszolgálja azt, hogyha egyszer legalább végig játszod. Vagy ha sokat játszol vele. Ja, ez volt a családlátogatós rész, most gondolkozok vissza, hogy melyik részeket látjuk. Aha, ezek nagyon jó részek voltak, én szerettem az animében, mikor kimentek a családokhoz. Kedvencem volt a Bakugós család rész, hogy ott is vitatkoztak. Már nem azért, mert vitatkoztak, volt egy feelingje, vicces volt. Azaz. Azt hiszem most pont ő jön harcba.
Azért mondom, hogy ezt az évadot még egy részig, vagy az évadot néztük. Bakugó, jó. Egyből nagy támadást csináltam, oké. A villámcsávó ellen. Ujj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 
Fogsi. Aztán megvolt a futás az előbb egy pillanat. Hát ez egy szép öklös bekapott. Ez fájhatott. Ajjajjajjajjaj. Jó, onnan kifutottam, úgyhogy kibukfenceltem. Jujjujjujjujj. Azért nem gyenge. Melyik a sprint rá kéne jönnöm, megvan. Bakugó beszól anyja püfnyakas kisfiam. Azaz, én sírtam röhögve rajta. Kezemre szállt a piros kap, pedig fél a kezektől. Ő a madarad? Én most Fortnite-hoz tértem vissza jobban. Az is jó, jövő héten toljuk azt is tovább. Hát ezek eddig rohadt könnyűek. Na most jön az a csaj, gyerekek, akinek én nem tudom a nevét. Tehát, hogy neki nem tudom a nevét. Meg a képességére sem emlékszek. Mina, köszönöm. Azért mondtam, hogy van egy pár, amit nem tudok. Sportsetbe. A kis szöllős ellen. Ja, ez a savas méreg. Aha, jó, megvan. Figyelj, megmérgezik a szöllőjét, aztán lesz borunk. Teljesen logikus. Ó, hallott király. Nagyon jó. Írtó gyors ez a kari. Esélye nincs a gyereknek, csak úgy mondom. Na, aztán most fog megütni először, vagy mégse? Tévedtem? Ajaj. Jönnek a kis szöllők. Milyen messzire berúgom, hallod? Hallod, őt kéne focira küldeni a magyarokhoz, egyből nyernénk az EB-n. Megfogta a derekam, meg... Na jó. Na, nem bírom lerúgni. Én csak a hős neveiket tudom megjegyezni, csak akiket szeretek, azoknak a rendes nevüket is. Hát én is így vagyok veled, Dóra. Ez írtó könnyű meccs volt. Hát hozzám bújt és megfogta a dereka. Még jó, hogy csak a dereka. Ezeket a sulis részeket is nagyon szerettem. Amikor megnézték egymás szobáját, ez annyira jó volt, annyira tetszett. Amúgy van itt olyan, aki kolis volt már, vagy kolis, és akkor ilyen átérezte, hogy milyen együtt lakni mással és szobákba lenni, meg minden. Közben valaki a háttérről majd a német meccset, azt látja, nem tudom mikor lesz, az majd írja már, hogy hány nullára kapunk ki. Na jó, viccelek, de a németek a kedvencem. Szia, Harrietta, jól vagyok. Én nem voltam kolis, de a este 9, hát addigra már vége lesz. De hogy például táborokból hasonló feeling volt, mint amit láthattunk. Köszi, Máté. Jaj, mi ez már megint? Meg attól független volt, hogy a koliba voltam, mert tőlünk tök közel volt, aztán beugrottam meg minden, de nem laktam ott. Megjött az első erős ellenfél, srácok, végre!
Konkrétan a robbanásom nem hatotta meg. A vinnyogó madarat. Nagyon jó. De ez a hangja, hallod, ami van neki, ez már az előző részben is kiégetett. Hoppá. Padlóra küldött rendesen, hallod. Shit. Ezt nem bírtam kikerülni, vagy de. Az utolsó ütés sajnos betalált. Kikaptunk. Mellé robbantottam, igen, láttam, hogy nem lett jól a robbantás. Wow! Na, jó! Most már végre van egy olyan ellenség, ahol játszanom is kell és figyelnem. Szia, Nóra! Üdvözlök mindenkit, ha milyen napotok volt a most érkezőknek. Ez rematch. Na, próbálkozunk akkor koncentráltan robbantani. Hogy támadjon ő elsőnek. És akkor majd most jövök én. Ujjjj, kilapított szó szerint hallod. Lapos palacsinta lettem. Kátszú, ja az nem, az másik anime, semmi. Kazuha délután valószínű, hogy ilyen vagy 3 vagy 4 óra körüli kezdése és esti. Ajjajjajjajjaj. Basszus kulcs. Ujjajjaj. Ez nagyon szoros. Ezt nem védtem ki megint. De miért nem véd? Ajjaj. Jó! Hárítottam! Ajjaj, bajok vannak. Robbantsunk egy nagyot. No, 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 no! Éppen! Épp kicentisztem. Hú! Jó. Még valamelyik este kb. Úgy februárban lenyírtuk a hajamat, és úgy néztem ként újra raka, és én olyan hajat is szeretnék, mint az övé. Úgy értettem, hogy ilyen hosszú hajam legyen elől, de jó. Nem tudom, ilyen nagyon fura hangja volt. De ez ilyen éppen... Xboxra? Szerintem van, de nem tudom. Írd be a Google-be. Szerintem van. Nekem ugye PC-n van. Szia, ügyvéd úr! Most jön az a csajsz, hogyha jól emlékszek a sorozatból, ő volt, aki ilyen különböző fegyvereket használt, ugye? Ne tudd meg, mi volt a tegnapom, vagy honnan hallottad? Tegnap nagyon durva napom volt, 6 órán át nem volt áram a munkahelyen, és még sorolhatnám. Borzalmasan szar napom volt. Úgyhogy igen, most már kipihentem magam eddig. Már megint ez ellen, a madár ellen vagyunk, vagy mi a rákom ez? Nem baj. Tolom én neki, hallod? Gyorsabb vagyok egy picit. Szia! Hozzám se ért! Akciósan megéri. Ez például, ugye amikor kitettem Insta Story-ba, akkor nagyon akciós volt. Meg ha valakinek ez az álma szülinapra, névnapra, karácsonyra, tök jó. Én tegnap este bealudtam a filmen, utána komásan felkeltem, és kérdeztem apáiktól, kaphatok olyan ízű, tudjátok, amit enni kell? Apa mondja, kanalat. Júj, de fáradt lehettél, szegényként. Ja, értelek, értem. Hát mégse a csajjal voltunk, pedig azt hittem. Vagy itt is benn van az, hogy többször le kéne győzni, vagy nem? Nem, megyünk szépen.
Itt jöttek a másik iskolába a diákok, ha jól emlékszem. A rendőrök. A rendőrcsajok meg a rendőrcsávok. Ez tök jó ügyvéd. Oh! Mit tud ez a karakter? Erre nem emlékszek. Kezeskedik. Basszus. Nagyon furcsa egyenlőre. A szeles csávót azt tudom, hogy erős. Hú, ez eléggé kiegyensúlyozott meccs. Én sem merek kapkodni. Oké. Okay. El sem tudom találni. Túl lassú a karakterem, hallod. Na, sikerült egy nagy új az. Semmi, ez még egy családbarát live. Megszúrtam az ujjammal. De most már jó lenne eltalálni. Miért csak futko... Jó, mondjuk inkább csak futkorászom, mint támadjon. Ez a szorítsad! Megszorítások lesznek érvényben a csatornán. Fú, de rossz ez a karakter. Mármint, hogy lehet, hogy valakinek a kedvence, de ezzel én nem tudok egyelőre azonosulni harc technikailag. Le is jár az idő. Hallod? Oly, bedurult. Találjam már el! Hű, de szutyok! Azaz, Shiketsugi mi? Kirűtöttem a táblát, igen. 13 óta, de jó. Jó régóta megvan a beceneved. Második részben érdekesebbek egyelőre a harcok, én azt mondom. Mármint, hogy még szokni kell. Miért nem a rendőr csaj vagyok? Ez egy amúgy ikonikus, nagyon jó harc volt az animében. És a terep az tényleg ez volt. Igen, mutatja a popóját meg a cicijeit, és ezzel elvonja a figyelmemet arról, hogy legyőzzem. A játékba is beépítették. Hát jó. Akkor is legyőzöm. Jó, popon rúgjuk. Vagy gyomorszájba. Na, látod, Dave hasít! Nekem lehet itt csajoskodni. Opa! Itt már igen, itt a lábamat használom főleg. Oh-oh! Ennyi! Jó kis becenév, engem bent bukónak hívnak, mert ha nem vágom a hajam, úgy nő, mint a bukós isak. Ne! Megnézném úgy egyszer. Kami vagyis Tóga. Na de hát Dave nem is vonta el a figyelmét Dekunak. Hát nem! De szerintem a nézőknek igen. Utsushimi az egyik kedvenc karim. De amúgy erős. Nek erős. Ezek nagyon jó részek voltak, ezeket nagyon éltem. Aha, itt volt az urarakás dolog. Hogy lemásolta urarakát, hogy annak adta ki magát, azt hiszem. És akkor jött az igazi uraraka.
Igen. Na, hogy boldogulok vele? Hallod? Hozzád vágom a köveket! Ez meg olyan, mint hogyha egy jutsut csinált volna Naruto-ba, már nem azért. Rá a mosógépet, a hűtőszekrényt, a gamer számítógépet, a kamion. Hát ennek rázhatod a popódat! Beszorított a lábai között. A perver vadállat. Ezért ezt érdemled. Oszloppal verlek el. Ez az fejbe! Gyönyörű. Még jó, hogy itt a terep az nekem is előnyös. Ez gyönyörű volt. Kedvenc lánykani mudarak a sokaknak, Riding Friends. A fogalmam sincs, hol tartok a My Hero Akadémiában, és nem akarom megkeresni. Hát van ilyen. Olyan nagyon nagy szerencsém volt, hogy pont amikor barátom szülinapi bulija, és aznap volt, amikor a Vivo emberek jöttek, és azokon kaptam hasmenést. Hát ez kellemetlen. Legyőztük. Itt nem enged választani karakter, én mondjuk itt fix karakterek voltak. Tudjátok, az előző részekben volt, hogy három karakterből választhattatok. Na most mi leszünk a kezes ember ellen, a robbantásokkal. Tessék, gyere ide! Hát ennyit is ér szerintem az a karakter. Bár kinek mi? Húha, mondjuk közel kell jutnom hozzá az istény. Mert én meg nem tudok távolról harcolni. De közelről annál jobban. Ha olyan tűzi játékot lövök, augusztus 20-án nem láttatok ekkora tüzet. Nagyon jó. Oh-oh. Na ő tudja használni a karaktert. Dave is igyekszik bele rázódni. Alát gyújtunk. De szép volt. Dave utólag feltöltően lejött. Fennmaradt, persze, visszanézhető lesz. Most bezzeg jó a kezes kari. Van mikor bedurvulnak vele. Jó, ez jó volt. Üdvözlök mindenkit, aki jól érzi magát, az majd dobjon egy hatalmas lájkot, és ne felejtsétek majd... Mit ne felejtsetek? Hát a lájkolni, gyerekek, hát egyértelmű! És hogyha gondoljátok, Instastory-ba osszátok, hogy megy a live. Támogatni meg Super Matrice, Super Chat és tagsággal tudtok? Ebből mindig a tagságot szoktam... Oh-oh! Javasolni! Hát ezt mellé lőtted, öcsi! Én meg megrázlak, mint Pikachu. Hallod, olyan feszültséget generálok magamba, és rajtad vezetem le. Hogyha sikerülne használnom persze a karaktert. Hogy megráztam? Oda nézd. A buli zóna, elektrotechno. Hát nem mondom, hogy sokat sebeztem, de legalább hatot. Ujjaj. Ez messze voltam. Nem, nincs valami leütés. Ó, tudok lőni tényleg, de jó. Ez ki is ment a fejemből. Vagy hát ilyen háromszöget tudok csinálni. Ó. Ó. Baj van. Köszönöm,
lett velem? Kiégtem! Ezt láttátok? Tehát így konkrétan... Ilyen elektromos kisülésem volt, vagy én nem tudom. Közben te képernyőn szélén... Levik mászkálnak. Oké. Amúgy más téma, de csak nekem adja ki Itachi Uchiha-ra... Itachi Uchiha? Nem. Viccesen hangzik, az biztos. Elment az áram egy percre, ne! És tényleg, áramszünet volt. Ahogy mondod. Na, azt hiszem, sztori videó. A galambok, jönnek a galambok! Ja, igazából, az nem jó, azt hittem, csak viccből mondtad. Na, jön a fater ellen a komoly mérkőzés. Ja, értem. Hú, ez gyors. Ez izgalmas meccs lesz. Legalábbis annak gondoltam. Hoppá, megvolt végre ez a csúszásos dolog. Na, ezt szerettem én csinálni az előzőbe is. Hát nagyon nem hagytam megmozdulni, maradjunk annyiba. Ez egy perfect KO. Nem véletlen ezt szerettem az előző játékba is. Ha, izé, puli kutya ember. És mi leszünk most, azt hiszem, a szélemberrel. Aha, mert jönne. Itt jöttek meg a gonoszok. Bizony, bizony. Hát előző részben ezt is nagyon szerettem, ezt a karaktert. Ez a konkrétan próbálj meg közelembe jönni. Mondjuk közel jött. Nekem nincs szükségem, hogy közel legyek hozzá. És csak eltalált, pedig azt hittem, hogy ez is izé lesz. Easy. De hát azért ez mégiscsak egy gonosz. Nagy támadást hárítottuk félig meddig. Megsoroztuk egy kis széllel. Ujjjjj. Most kemény itt be a végén. Gyorsan, küldjünk már oda valami tornádót vagy valamit. Na azért. Biztos, ügyvéd úr. Kár, hogy itt nincsen... Fitt alatti. Az mi? Ez amilyen könnyen indult, azért annyira nem volt fix, hogy ez lesz a vége. Bedurult a felénél. Na. Todoroki, izé. Midoriya? Nem. Na gyere!
focizzunk. Ez valami gyönyörű volt ez a kombó használatom szerintem. Elkapott! Mint a Mortal Kombat, jaja. Ja, értem. Jó, igen, hát a két főszereplővel amúgy tök jó lehet játszani. A Stain. Erősek. Talán kicsit túlzottan is erősek. Nem baj. Lerendeztük a gonoszokat, megyünk tovább a sztoriba. Hát ma meglepően. Vagy mindig verekedős játékokkal is kellene játszani. Mindig is. Na! Jó kis torna szedbe vagyok. Becsúsztam a lád! Hallod? 11-es! Ja nem. Ajjaj, mondjuk a robbantás az megvolt részéről is. Két gyors karakter. Már meg erős is. Ez amúgy jó jelenet volt, ez akartam csinálni egy AMV-t a Groovehouse mint jég és tűz, vagy valami ilyesmi című dalához. Az ő harcukból, aztán persze ugye a YouTube letiltotta, mert nem lehet feltölteni Boku no Hero hosszú részleteket, úgyhogy az nem lett kész. Valamint kész lett, de nem engedte feltölteni. Ó, hát ez... Ez is jó rész volt, akkor tudok ajánlani egyet, lehet elviszem, mikor megyek hozzátok, akkor eldöntött kipróbálod, de rendben van. Szegény Bakugó. Hát itt most szó szerint szétrúgtuk. És azt hiszem itt jön majd All Might. Igen, ebből a részből akartam csinálni az AMV-t, 1000%. Megvannak a bejátszások is. Arena!始めよう!そこまでにしよう、二人とも。悪いが、聞かせてもらったよ。緑谷少年は非力だけど。 Bitrátában semmit nem állítok bele. Elvileg OBS-ben lehet, hogy van beállítva, de YouTube-on belül, meg élőadáson belül semmit nem nyúlok bele. De majd live után max megnézhetjük. Automatán ugrál. Az a kép minőség, ha jól tudom. Ja, ő mindenkit egy krumplinak képzelt, ő az új lány. Vagy valami ilyesmi volt. Vagy új tanárok. Ezek az új tanárok, nem? Nagyon nem emlékszek most erre a részre. Nálam amúgy jó néz ki telón. Aha, új tanárok. Vagy diákok. Hát több opció nem nagyon van. Ja, itt volt az, hogy használják minden erejüket. Azt sem tudom, mit tudok csinálni. Jó,
Én láttam, csak nem emlékszek, hogy mi volt a képessége. És még egyelőre itt se jöttem rá. Most szimplán csak harcol. Mármint, hogy csak, mint egy testi harcos. Mint egy taijutsus. Én addig láttam, ameddig magyarul volt, harmadik évadot végignéztük, az biztos. Ja, szilárd felületeken átmegy. Köszönöm szépen a pontosítás, hogy mit tud. Ja, itt magyarázta, hogy akkor mi az fejbe dől el, vagy valami ilyesmi, jó? Azért emlékszek ezekre a részekre még, tehát ezt még biztos, hogy láttuk Janával. Na. Hoppá, na ez már erős. Mondjuk relatív. Jól elengedtem a védekezés gombot. Aha, a föld alá le tud menni, hallod. Vagyis hát többek közt. Hát nem sok esélye volt. Midoriya-kun, szarrál vertél. Na rá sem emlékszek. Lehet, hogy én eddig láttam a sztorit, majd kiderül. Aha, a negyedik évad. Aha, akkor szerintem eddig láttam a sztori részt. Széttörte a földet? Igen. Na nézzünk egy útrát. Ez valami rohadt jó volt. Mármint nagyon sok ütést be tudtam bírni. Negyedik évad már van magyar szinkronnal? Riding Fence, nem tudod véletlen? Ó, még nincs. Hír sincs, hogy mikorra várható? Nem tudom, feliratosan is lehet nézni. Aha. Eri. Night Eye Jimusho. Yōmu wa. Hai. Dame jana. Ez egy ilyen unikorn is csaj, vagy ördög? Nem tudom, de jól néz ki, mint karakter. Na most már nekem is újak lesznek a karakterek nagy eséllyel. Eri a kislány. Big 3 の Amajiki senpai ni mou push shite. Hiro. Be a üzenetét nem is jelezte ki, vagy nem láttam Zsoldát élet, igen. Hú, most valami nagy darab állat jön, ha jól látom. Nem. Viszont erre a karakterre emlékszek, akivel vagyok. Ah,
Wow. Ja, én azt hittem, hogy azóta írtál újat, mert még csak most jött rá üzenet, akkor semmi. Kirishi már nem sajnál. Igen, tehát itt a karaoke és jelzés nem rombolta le, látod? De amúgy igen, ez tényleg széttört minden. Mi volt az a fogazat? Na, erre kíváncsi leszek, ő mit tud. Valahogy gondoltam, hogy a Tsuyéval lesz együtt. Tsuyéval. Na! Ha, mi ez valami sugár? Ez nagyon erős. De ő meg a hasából szúr ki valamit tört, jól látom. Na, profit behívtunk segíteni. Ujjjjj. Amennyire jól indultunk, lehet, hogy visszavágó lesz. Igen, gyorsabb, mint én a szúrásával. Nem! Utolsó állonrúgással konkrétan, konkrétan mákon volt. Igen, jó hangszíne van. Ez egy nagyon éppen meccs volt. És akkor itt ők háromon voltak. Utána szerintem nézzünk egy arcade módot is, vagy ilyen feladatos cuccos módot, hogy ne spoilerezzük le végig, amiket nem láttam. Vannak ugye missziók is, úgyhogy elmegyünk missziózni. Nagyon jók ezek az átmenetek is itt, gyakorlatilag. Aha. Na, kezdjük ezzel. Start. Megnézzük, hogy mi ez legalább. Szia, Aliz! Jaj, a nagy betű, igen. Csak nem tudom hova tenni az egeret, hogy oda van két monitor. Milyen szettje van? Jesus! És milyen feladatom? Le kell győznem a hármat? Igen, egy csomót haladtunk a sztoriba, csak most eljutottunk a harmadik, negyedik évad elejére, amit már nem láttam. Mondom, megnézem ezeket a részeket is addig. Én nyerek! Mondtam! Ujjaj! Köszönöm!
Ezt szépen elcsesztem az ultrámat. Rendben van, szia Harrietta, köszönöm, hogy itt voltál. Na így ez meg lett, igen. És akkor most hogy mész tovább innen? Ja, hogy így kell megcsinálni a feladatokat, ez meg visszatölti a HP-t. Aha! Töltsünk HP-t. Nem enged HP-t. Le kell győznöm mind a kettőt? Ah, milyen feladat. Le kell győznöm mind a kettőt, és utána tölthetek HP-t. Mondjuk ez jó lett volna, hogyha tudom az elején. Érdekes ez a küldi rész is. Hú, ez erős, előbb voltunk vele. Gyorsnak kell lennem, ez a titok. Közben szétromboljuk az egész szép művészeti múzeumot, vagy mi van itt, meg a fákat kiírtuk, de zárójeles megjegyzés volt. Hallod, senkinek nincs esélye ellenem. Hát hallod, meg se tud kb. Mozdulni. Ma kezdtem újra a BNE, hát annyira fanolok most, de jó. Én is gondoltam rá, hogy majd lesznek részek, amit visszanézek újra. Hát, ez nem volt nagyon nagy feladat. És akkor tudok váltani karaktert, vagy mindent vele kell? Megnézzük. Ó. Aha, hogy majd itt szépen megszerezgetjük, gondolom ezeket. Mi tudok váltani karaktert? Ez kész. Ja, hogy így adja a feladatokat. Jó, látom. Oké. Okay. Szia Mufi, milyen napod volt? Meg tényleg Aliz, neked is milyen napod volt? Meg se kérdeztem. Akkor nézzük meg a következő missziót. Hú, ott már 4 ellenség van. A nem jó. És mindegyik nehéz. Hát jó. Ó, akkor reméljük, hogy jobb napod lesz. Gondolod, privátba írd meg most, mi történt. Milyen szettje van az Aizawának most? Jó, azt betalált. Ujj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 
Hé, hey, akartam éppen az ultrát nyomni. Össze van zavarva a Deku, vagy nem tudom. Na, azért szép kombó volt. Nagyon jó. Már megint valamit benyomott rám. Nem engedi az ultrámat. Nem
Hát nem hiszem el. Egyfolytában lefog. Na végre! Gyönyörű lezárás. De jó. Gondoltam el, hogy találkoztatok, aki indultatok mindketten. Vagyis hát van rá esély. Még ha nem is tudtátok, hogy ki kicsoda. Ez nagyon jó, csak konkrétan az életet rohadtul levitte. Na várjál, vissza tudom tölteni? Nem engedi felfullozni még itt. Egyikkel se leszek jobban. Hát ez nehéz lesz ennyi élettel, ez szinte esélytelen, hogy meg lesz. Ez azért megnézzük. Ez azért onnan szétcsap a kis öreg. Még hogy én meg is próbálok mindent. Max így. Na, azért szépen behoztam az élet hátrány. Oh-oh. Kelj fel! Hoppá! Szia, John Mizu! De most nagyon remélem, hogy most enged hílelni. Miért nem engedi felfullozni a HP-t? Komolyan ennyivel nem tudok lenyomni két karaktert, vagy... Húha! Hát meg vagyok, köszönöm, jól. Komolyan muszáj tovább mennem így? Hát jó. És most melyik a könnyebb, az All Might vagy ezek? Egyik se. Hát menjünk rá, Max. Vagy ilyenkor ki kell jönni, mert most nézd, nem is megy tovább. Nyomjunk egy menüt. Aha. Ja, hogy innen mehetek tovább. Aha, hogy rá kellett jönnöm. Ó, megvan, srácok, az útvonal! Buta vagyok, ha ezt legyőztük volna, ott fel tudnám híle... Jó, eddig nem esett le, jó. Nem ütöttem el a healing. Most realizáltam, hogy mi a feladat. Jobb később, mint soha. Ez gyors halál lesz. Ennyi HP-val. Na legalább ez bejött. És itt a végünk. Konkrétan egy ütésnyi életünk van. Mondtam. Hát igen, ez már a harmadik ellenfél volt az egy élettel.
És ilyenkor mi van? Jó, hogy ez ennyire összetett misszió. Hát nem egyszerű. Jó, akkor megvan, mi volt a probléma. Nézzük meg újra. Nem voltam jó úton. Tehát, hogy az egyik irányba el kell menni, és ott fel tudod magad hílelni. Akkor menjünk lefele. És először akkor őket kell, én meg össze-vissza mentem. Így már oké, így már meg lesz. Remélhetőleg. Hát ez most mellé ment, ez most semmi. A konkrétan, igen, ezt láttam, hogy kivédte. Szomorú. Szétverünk mindent. Ez is cél ebben a misszióban, hogy minél kevesebb életet bukjunk, mert gyakorlatilag kettőt le kell nyomni, mire kapunk heal. Az első megvan. Na, de jó, Aliz. Most itt rontottam, hogy felmentem föntre. Nem föntre kell menni, hanem ide. Minden látod, három útra tudsz menni. Menjünk az Almighty-kra. És akkor így már elvileg, hogyha itt legyőzöm, akkor utána tudok healelni, és akkor talán meg lehet majd a küldetés. De mondjuk ahhoz még le is kell győznöm. Ezt bekaptuk, ezt a 30-as ütést. Az nagyon-nagyon fáj. De miért? Ez az All Might erős, igen. Hú, hallod, nagyon koncentrálok. Ne! Ez az! Bea, én nem tudok erre mit mondani, nekem nem. Tehát igazából ez olyan kérdés, hogy nincsen 6000 monitorom. Akkor majd lehet, hogy valamit át kéne állítani. Akkor szerintem ezt a missziót lemegyek, aztán utána az ügyvéd úr valamit majd tárgyaljunk már, hogy mi hogy lehet. Akkor az OBS-be lett valami átállítva, vagy a két monitor zavar be. Mert az OBS-ben vannak dolgok, ami más mióta van a másik monitor. Az tény. Oké, megnézzük mindjárt. Lefájtalom őket, aztán utána megnézzük. Már ha legyőzöm, ha nem, akkor is. Na cápa. Persze, megnézzük, az a biztos.
De az előző Poké, illetve Fall Guys is pixeles volt, meg az nem. Bele tudtok nézni, srácok? És csak a játék, vagy az én képem is? Igyekeznem kell, mert utána lesz még egy köszönöm be a... Oppá, lementünk a föld alá! Helyzet előny. Megvan! Ez nagyon egyszerű volt. Na és akkor kész is lesz a misszió, hogyha sikerül a negyediket is legyőznöm. Hála az égnek maradt. Aha, köszi Lili. Mert nálam, ha én most megnézem, hogy hogy mutatja OBS-be egy pillanat. Nálam hibátlan és nem pixeles egyáltalán. Úgyhogy azért mondom, hogy nem is értem. És akkor maradt ez. Mondjuk hát ő erős volt, nem őt kellett volna a végére hagynom. Na most mindent bele. De neki miért van tele az élete? Ha-ho! Nem fair. Ne, ugorjak! Vagy valamit csinál, nem tudtam semmit. Basszus kulcs, az ultrával betalált. Nem jó! Nem akarok kikapni, nem tudok harcolni ilyenkor. De ne! Nem hiszem el. Neki nem jó, ha én távolról vagyok. És neki pont, hogy jó. Ne! Tudtam, hogy így fogjuk zárni. Nem fogom még egyszer minden négyet legyőzni, most mondom. Ezt majd megpróbáljuk másik live-ba. Az a baj, a pixeles dolog elvette a figyelmem, és csak arra koncentrálok, de hát ez van. Azt gondolom, élőadás közben nem lehet Zsolt megnézni, hogy benyomom a 10 percet, és úgy nézünk valamit. Kérdezem. A újat már nem fogok indítani. Hát akkor köszönöm srácok, hogy itt voltatok velem, remélem jól szórakoztatok. Lesz folytatás, csak megvárom míg az animébe folytatom, hogy kicsit jobban át tudjam élni a story módot. Meg majd újra megpróbáljuk ezeket a missziós feladatokat. Holnap délelőtt egy SSO live-val nyitunk, valószínű már ilyen 9:30-10 óra felé, lehet, hogy 9, azt majd kiírom aznap reggel, tehát holnap reggel, és délután pedig genshinezni fogunk. Legyen szép estétek, sziasztok, Mongoof-takát!